Sziasztok! Fannival azt a feladatot kaptuk, hogy válasszunk egy éttermet, amit felzabálunk a Foodora Selectionből, és úgy döntöttünk, hogy a 101 tigris legyen. Ebben a részben telerendeltük az asztalt a laksától kezdve a zúzott uborka salátán át, mindent is kipróbáltunk, sőt, azt is megtudhatjátok, mi a különbség a tajvani és korai kimchi között. Ezentúl szembenézünk a 101 tigris pokoltüze chili vajával. De elég a rizsázásból, kezdjünk el enni. Itt a 101 tigrisnél egy QR kóddal tudunk rendelni, ezt beolvassátok, és itt is van az étlap, rengeteg minden van, és nagyon-nagyon tetszik ez a megoldás, mert rengeteg érdekesség van az ételeknek az eredetéről, hogy mennyire csípős, stb. És Fanni fog majd besegíteni ma az evésben. Rakjuk tele az asztalt, mert azt az utasítást kaptuk, hogy ma el lehet engedni magunkat, szóval majdnem mindent ki fogunk próbálni. Belesünk a konyhába egy kicsit. Tizenegy étel van itt előttünk, összesen 12-t rendeltünk, de a desszert majd a végére. Ezeket az ételeket mind megrendelhetitek egyébként a Foodora applikáción keresztül. És azzal az étellel fogjuk kezdeni, ami legjobban kilóg a sorból, és a komment szekcióban habzó szájjal fognak nekünk esni. Ez pedig egy udon carbonara. Itt van egy nyers tojássárgája. Ez picit furcsa, de még meleg egyébként a tészta, és ilyenkor kell gyorsan összekeverni. Szóval, ahogy a kovász készítésnél javasoltam, hogy a két pálcikával így beletesszük, és elkezdjük összekeverni. Lehet ez a technika nem a legjobb, de egyébként 3490 forint. Jó a pálcika egyébként. Ezt nem könnyű szépen enni. Nekem a carbonara indította be a gasztronómia utáni érdeklődésemet olyan 14 éves koromban, amikor a zacskós carbonarából átléptem oda, hogy megpróbálom megcsinálni ezt rendesen, és szerintem több százat csináltam. Volt olyan, amikor egy héten 6-szor ettem konkrétan ebédre és főztem. Szóval van talán mihez viszonyítanom, a guanciale szerintem az magáért beszél. Azt igazából nem azon múlik, hogy hogyan készítik el, csak meg kell sütni. Picit furi az udon tésztával, nem? Nekem tetszik. Mit gondolsz? Igen? Én nagyon szeretem az udon tésztát, szóval ha kedvenc ázsiai tésztát kell választanom, akkor nekem az udon tészta. Nekem is. És nekem működik vele, csak ezt nem lehet szépen enni. Van benne egy kis gomba olaj, hogyha jól láttam ezt a konyhában, én ezt annyira nem érzem ki igazából. Nem. Azt sem mondanám, hogy olyan nagyon autentikus íze van, de azt sem mondanám, hogy nagyon kitűnik igazából, és próbál nagyot mutatni egy másmilyen ízzel vagy irányjal. Igazából a tészta az extra benne szerintem, vagy én azt érzem úgy igazán extrának, nem is a szószt feltétlenül. Uh-huh. Csináljunk egy kis pontozást. Nekem ez 10-es skálán egy 7-es. Egyetértek, ez 7. Kövi. Most, hogy letudtuk a nyers tojás dilemmáját, tovább megyünk ilyen kis előételszerű snackekre. Ez egy szecsuáni csípős csirke, ez egy metélő fokhagymás sertésbattyú, ez pedig egy kukoricás csirke, csirkésbattyú, és az árakat, bocsánat, nem mondtam, már mondom is, ez 2490, ez szintén, és a szecsuáni csirke falatka 1990 zaba. Ez a szecsuáni fűszer szerintem roppant jó, és roppanós is. Nem tudom őszintén, hogy ez most csirkemell vagy csirkecom, de én merre tippelek. Az a becsapós, hogy vannak rajta olyan részek, mint a tepertő lenné, és az egy ilyen zsírosabb rész, ami nagyon különlegesen roppan. De nekem abszolút bejön, lehet valami mártogatós jó lenne mellé, mondjuk ide belemártogató a batyú mellé, vagy mit gondolsz? Nekem is a mártogatós az simán jöhetne mellé, de lehet, hogy azért van kit az asztalon a szójaszósz, hogy amúgy azzal pimpeljük fel picit. A fűszer nagyon jó. Nagyon. Igen. Nem ez szecsuáni, bor, csili, vörös csili, hát nagyjából igen, ezek. Igen, meg van egy édes kis íze, és az is nagyon jót tesz neki. 8,5? Nálam legyen 8. Jöhetnek a batyúk, Fannit, amelyiket? Jó, kóstolta nyugodtan azt, én meg rámegyek a kukoricásra. Oké, és? Cserebere? Úgy óriási dumpling kedvelő vagyok, én imádom ennek a tésztának az állagát. Annyira jó, hogy van egy ilyen kis harapósága, mégiscsak
egy ilyen gőzölt vagy főtt tészta. Különböző a szósz is, nem? Én is ezt gondoltam, hogy különböző a szósz, de ebbe te nem éreztél egy kis ilyen tahini szezámpasztás ízt? De más ízélményt adott a kettő. Nagyon nehéz választani, mert mind a kettő más, különböző világ, de nagyon jók. Ez a töltelék egy picit nekem sejmesebb, ez nekem jobb, ez darabosabb volt, nekem nem? Az jobban tetszik. Tényleg? Benne. Igen, nekem a kukorica az teljesen jöhet. Ízlések és pofonok, pontozzunk. Igen. Én a kukoricásra adok egy... Lehet fél pontokat adni, mert akkor legyen 8,5. A metélű fokhagymás pedig 8. Nekem a metélű fokhagymás is, jelentsen ez bármit is, ez 8,5 inkább, és nekem a kukoricás a 8-as. Laksa time, ez a leves, nekem abszolút a kedvenc ázsiai levesem, és hogyha nem láttátok volna, akkor csináltam egy recept videót is, szóval próbáljátok ki otthon, vagy gyertek el ide, és kóstoljátok meg. Nem járhatom tovább a számat, tessék, itt egy kanál, most már a pálcikától itt megszabadulunk, és vesd bele nyugodtan magadat. Mitől különleges ez a leves? Én még nem ettem ilyet. Ugye ez egy maláj laksa leves, ugye az indiai és a táj köri között egyébként az a különbség, és ez ebben is érezhető, hogy azt inkább kókusztejszínnel szokták krémesíteni, meg ugye a levest is azzal húzzák föl, ezáltal sokkal-sokkal krémesebb, és az indiai ételekben inkább joghurtot vagy tejszínt használnak, és ez egy csípős és elég savanykás leves, hogyha jól gondolom, ezt érzed. És csirke van benne, ahogy látom, és rizstésztával kértük, ugye? Ez rizstészta. Ez rizstészta, csak megszívta magát. Ez a leves kíván egy kis savat. Nem jól mondom? De, bőven. De természetesen kapunk mellé lime-ot, szóval ez itt szinte kötelező. Egy laksa levesnek én azt gondolom, úgy igazán jó savanyúnak kell lennie, és csípősnek. Nekem a csípős az lehetne még több egyébként. Igen. Én sokkal durvábbra számítottam, ez egy egyes. Átlag alatti. Igen, abszolút. Szóval ebben európai. De az alatt van. Szóval az átlag alatt van szerintem csípősségben. Igen. Jót tett neki a lime. Mennyi is ennek az ára? 5190 volt. 5190. De azért, mert rizstésztával kértük. És azt mindenképp elmondanám, hogy ha szeretnétek fel csípősözni picit a levest, vagy bármelyik ételt, akkor itt az asztaloknál lehet kapni ezt a chili olajas, ezt a ropogós chili pasztát, amit egyébként itt meg is lehet venni. Én ezt imádom, pokeballra teszem, laksa levesbe, pattájra, mindenre rárakom, mert szerintem eszméletlen finom. Persze meglátjuk, hogy mennyire lesz atom. Nem bátor? Nem bátor. Jó. Azért szerintem abban egyetértünk, hogy egy picit így, hogy is mondjam, sűrű, nem? Felér egy teljes értékű ebéddel, vacsival, szóval, hogy azért... Abszolút, nem. Egy kis étvágyú embernek szerintem ez két étkezés kávé, főleg én ezt nem bírnám megenni. 8. 7,5. Tovább leveselünk, ez a csípős szezámleves 3990-ért, és ez a legcsípősebb étel, amit így lehet kérni. Persze mindenben lehet plusz csípőset kérni, de ez a két paprikás. Szóval nézzük, hogy mit tud. Ugye a tetején van egy kis metélőhagyma, és mi van itt alatta, Fanni? Ez egy darált sertéshúsos ragú elméletileg, illetve valahol van fermentált mustárgyökér is. Én azt hittem, hogy lesz egy kis rokonossága, nem egy bolonyai, de van egy kis ázsiai beütése. Jó, amúgy abszolút. Nézzük a levest, hogy mit tud. Ez is sűrű. Igen, ebbe is jó. Szedjük, sok fogom. Tészt, várjál. Ugye az egész levesnek az alapja egy szezámpaszta, a tahini, szóval azért jön ez, nem csak a tetején lévő kis szezámokból. Szerintem ez nem olyan csípős. Én elég jól bírom a csípőset, nem tudom, hogy állsz a csípőssel, de nekem ez nem olyan durva. Sőt, ez kicsit se durva. Nem. Szerintem ilyen átlag körül bírom. Aha. Lehet, hogy segít rajta az, hogy ilyen krémes a lé amúgy a szezámpasztának köszönhetően. Abszolút, igen. Én nagyon azt érzem. A választható tésztákat, azokat itt készítik helybe, a házi tésztákat, egyedül a rizstésztát nem, mert annak elég bonyolult az elkészítése. Viszont lehet minden ételhez kérni chili vajat.
ezt a kis gombócot, ezt én így külön kikértem, hogy akkor nézzük meg, hogy mit tud. Ez elvileg kétszer olyan erős, mint ez, de most már én kételkedem ebben, hogy ez durva lesz. Mint hajrá! Egy. Ha vagytok olyan királyok, hogy ti is kipróbáljátok, ezt így üresen, akkor keresünk egy megoldást rá. Rendeltem egy uborkasalátát, egy kínai uborkasalátát. Egyszerűen lezsibbadt a nyelvem, nem tudok beszélni. Lehet, hogy ez segít. Ez egy, úgy is szokták nevezni, hogy összetört uborkasalátát, mert nem csak simán felvágják, hanem egy nagy késsel így összetörik igazából, és azért vannak ilyen húha. Hú, együk szerintem, majd jó, nem utána elmondod. Oké, vegyed, nem pofázok. Ez jó, ez nagyon kellemes. Mm. Nagyon visszafog, de nem csak azért, mert a csípőség ellen jó. Nagyon jó ropó. Uh-huh. Ennek is van egy icipici szezámos íze. Én még nem érzek annyira ízeket. Még mindig a csípőse. Lássuk, Oli, hogy bírja. Máté Szalkán erősebbeket esznek, nem? Még a levegő is erősebb. Innentől a csípős levestől picivel több csípőset vártam volna, szóval szerintem az egy 8,5, viszont ez az uborkasaláta, nekem ez 9,5, ez nagyon jó. A leves nekem egy 7-es, teljesen rendben van, de annyira nem extra. Viszont az uborkasaláta az nálam is betalált, mondjuk lehet számítasz, hogy enyhítette a csípősséget, úgyhogy arra én is megadok ennyit. Legyen én, nekem is 9,5. Most pedig jöhet az új hagymás szójás tészta. Én nagyon kíváncsi vagyok erre az ételre, mert ez úgy tudom, hogy a kezdetek óta rajta van az étlapon, és nagyon népszerű fogás. Ezek a felzabik azért el tudnak húzódni, és van, hogy picit összeállsz, nem a leves is azért volt sűrű, meg igen. Ez is azért egy picit nehézkesebb, de ez a pontozásban nem fog látszódni, szóval ez teljesen oké, hozzá vagyunk szokva. És felkevertük, és most jó lesz. Igen, a tetején van egy ilyen új hagyma, ami le van nagyon-nagyon vékony szeletekre vágva, és ki van sütve olajban, és azt az olajat használják még ahhoz, hogy így beszószosítsák az egészet. És ha jól emlékszem, akkor mirint is tesznek bele, amiből az alkoholt kifőzik, és tesznek bele még szójaszósz, meg minden ilyesmit. Nem pofázok ennyit, inkább eszem. Ez egy ilyen pekingi különlegesség, és 2990 forint, és teljesen vegán, viszont, hogyha fel akarnátok húsozni, akkor lehet sertés ragút kérni, meg minden ilyesmit, szerintem lehet, hogy én kívánnám bele egyébként, hogy legyen benne valamilyen hús, amire úgy jól rá lehet harapni, viszont ez a tészta szerintem ez fenomenálisan jó. Igen, ez a házi tészta szerintem is nagyon jó. Nekem kicsit túl ilyen olajos, szóval ha most egy ekkora tányérral bevágnék belőle, szerintem fájna utána a hasam. Uh-huh. De ez most ilyen egyéni preferencia, van, aki bírja jobban az olajos kajákat. Uh-huh. Ízre az nem, tényleg szójás, az nem hiába van a nevében. Igen, abszolút. Az a legfontosabb íz benne igazából, ami úgy tényleg így arcon üt, hogy igen. Nekem... ez egy szójaszószos. Nekem picit olyan, mint ami van az ilyen ázsiai büfékben tészta, pirított tészta, és mindannyian tudjuk, hogy nem a legjobb, de mindannyian szeretjük. De ez jobb azért. Sokkal. És hogy ez annak a sokkal minőségibb változata, de hogy közben meg mintha az inspirálta volna picit. Nehéz az, hogy ez hány pont, nekem ez szerintem egy 7,5 az olajossága miatt, de hát ez egyéni preferencia, szóval lehet, hogy nektek ez meg egy 10/10 lesz. Hogyha ezt teljesen frissen enném, és még kérnék bele húst, akkor szerintem ez nekem megütni a 9 pontot. Közeledünk az abba vége felé, viszont még van itt előttünk egy szójabab, edamame bab, sokan talán így ismerik, ami van egy kis szecsuáni só, és ahogy olvastam, a szecsuáni són kívül használnak hozzá katsuobushit, ez a ugye tonhalpehely, ez a füstölt tonhalpehely, uh-huh. Amit egyébként a japán dashi készítéshez is használnak, ami ugye egy japán alaplé, és ettől lesz igazából, én arra számítok, egy kis umami íz, ami az ötödik íz, ugye a sós, édes, savanyú, keserű után az ötödik íz, és ezt úgy kell lenni, mert Fanny kérdezte tőlem, hogy hogyan kell igazából, úgy, mintha egy borsót ennél, ráharapsz, és csak a belsejét teszed meg. A külseje van, hogy ilyen kis
szörök vannak rajta, és szúrós is tud lenni akár, szóval azt annyira nem javaslom, szóval csak így piszlopálod belőle. Egy idő után nézd, így ki is lehet nyomni kézzel. Hoppá! Így néz ki. Jaj! A külseje van fűszerezve, de a belsejét eszed meg, de közben amúgy működik. De ez hogy is ilyen? Ez is kívülről van megsózva, ugye, és csak ahogy beleteszed a szádba, úgy lesz ugye ez a sós érzés, és a belseje pedig teljesen fűszerezetlen, ha így nézzük. Nekem kicsit furcsa, de amúgy meg átjön a fűszer, szóval, hogy ez teljesen érződik rajta. Jó arra, hogy amíg várakozol, vagy már csak beszélgetsz, hogy elfogyasztod az italt, akkor így elrákcsálod. Igazából nekem ez egy 8-ast ér a 10 pontból. Én ezen az umami igazából nem érzem, de nem hiányzik jó ez a sorság, 9 pont. Most pedig jöjjön a nagy kimcsi kérdés, amire biztosan nagyon vártatok. Ugye egy koreai és egy tájvani van előttem, a koreai ugye azt hívják alapkimcsinek, és a tájvani az nem is igazából egy kimcsi, csak inkább ezt szokták rá mondani, ez egy arany kimcsi, és abban más, hogy a kimcsit, az a koreai kimcsit azt fermentálják, míg a tájvanit azt csak savanyítják, ezáltal sokkal rövidebb idő alatt megvan, és tök érdekes, hogy amíg itt ücsörögtünk és Oli állított a kamerát, addig lehetett látni kis buborékokat, hogy itt feljöttek a koreai kimcsinél, és még annyi különbséget mindenképpen megemlítenék, hogy az arany kimcsinél használnak répát, ebben alma van, ha jól tudom, és szezonális zöldségeket, gyümölcsöket, sőt, még sütőtököt is van, hogy tesznek bele, és azért sárga, mert a répában lévő bétakarotin az ugye megszínezi, és nem pedig a kurkuma miatt sárga. Ugye? Ott a buborék, figyelj! Meg ott is. Ott jönnek folyamatosan a buborékok fel, innen is látszik, hogy fermentálva. Ezen azért érezni a halszósznak, szerintem ez halszósz inkább, de kóstold meg te is. Szerintem érezni teljesen az ízét. Enyhén csíp. Tudom, hogy a kimcsi sokan imádják, én annyira nem vagyok ilyen hatalmas fan, mint sokan mások. De kíváncsi vagyok, hogy hogy fog ízleni a másik is. Úgyhogy... Nézzük. És még két érdekesség, ami eszembe jutott a kettő különbségéről. A tájvani arany kimcsi az teljesen vegán, mert abban nem kell halszósz, még a koreaiban igen. Ezen túl a koreai kimcsit az kínai kertből csinálják rendszeresen. A tájvaniban nincsen ilyen szigorú kikötés, az sima egyszerű káposztából is csinálják, vagy kínai kertből is. Ezektől a zöld levelektől picit ki vagyok, mert nem tudom rendesen bekapni a falatot. Ez a tájvani, ez sokkal-sokkal ecetesebb, ecetnek meg a szezámolajnak az emulziójával szokták besavanyítani, és sokkal ropogósabb, mint ez a másik kimcsi, mert ugye rövidebb ideig is készül, kevesebb ideig van benne abban a nagy üvegben, amiben készül, és ugye nem fermentálva van, szóval sokkal ropogósabb, tényleg olyan, mint egy tájvani csalamádé, nem? Nagyon savanyú, de nagyon jó, engem a tájvani kimcsi megvett magának. A simára én csak egy 7-eset adok, sajnálom, vagy hát simára koreaira. A tájvani nálam megkapja a 10/10-et. Szerintem a koreai pont olyan, ami ennek lennie kell, ezért 8 és felett adok neki. Én nem vagyok annyira nagy kimchi fan, de viszont a tájvanira én 10-et nem adok. De csak azért, mert szerintem semmire nem adok, mert annak tényleg annyira jónak kell lennie, szóval én erre 9 és felett adok. Ami zárja a sort, az a baofánk szezonális gyümölcsökkel. Szilva szezonális, a szőlő. Még szezonális szerintem. Fogjuk rá, és amivel le van öntve, az teljesen egyszerű sűrített tej. Lássuk. Ez sűrített tej, nézzük a fánkot. Ezt így nézd, így kézzel fogjuk meg. Gondolsz, Fanni? Nekem tetszik, alapvetően nagyon kellemesen ropog. Ez a sűrített tej édessé teszi. Kicsit nekem volt egy olyan benyomásom a ropogósága miatt, mintha kürtös kalácshoz hasonló. Így az de tudom, hogy valójában nem. De valamiért az agyam azzal kapcsolta össze. Aha. De nekem tetszik. Sok a sűrített tej mellé.
nekem nem különösebben is tartom magam ahhoz, hogy szerintem Ázsiában nem igazán tudnak szerintem az édességek terén jót nyújtani. Nem akarok túl nagyot mondani, mert még Ázsiában sem jártam, viszont én bármit kóstoltam, nekem a mocsi sem jön be úgy igazán, meg bármi édesség, amit kóstoltam, az nem. Nekem meg ez nem annyira nagy cucc, szóval, hogy le van öntve sűrített tejjel. Nekem ez a Baufeng szerintem egy 8-as. Én nem tartom magam egy ilyen magyar lokálpatriótának, de sokkal szívesebben ettem volna inkább egy francia krémet. Szerintem művészetben is sokkal feljebb van, szóval nekem ez egy 6,5. Eléggé végig szaladtunk az ételeken, mert próbáltunk mindent azért frissen megkóstolni, szóval még itt falatozgatunk, Olinak is adunk egy keveset. Gyertek el, próbáljátok ki a 101 tigrist, hogyha szeretnétek, vagy hogyha lusták vagytok, akkor rendeljetek a Foodora applikáción keresztül. Viszont mi lassan indulunk vissza a bázisra, mert hivatalosak vagyunk egy partira. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor mindenképp kövessetek be. Nézzétek a Felzabáltuk csatornán, a TikTokon Fanninak a felzabálásait, egész Budapestet végigzabálja, és YouTube-on, Facebookon és Instán is kövessetek be minket, mi pedig megyünk bulizni. Na hello! A Felzabáltuk videó támogatója a Foodora Selection.